Szeptemberi iskolakezdés, körültekintőbb közlekedésre figyelmeztet a szakember. 50 évesek a mosonmagyaróvári kertbarátok, a 20. terménykiállításon emlékeztek meg a jubileumról. Új program indult a Flash központban, Almási Kitti nyitotta meg a szófogadót. Köszöntöm Önöket, a mosonmagyaróvár TV híradóját látják. Szeptember 1-jével elkezdődött az iskola, ezzel egy időben pedig megnövekedett a gépjármű, illetve a gyalogos forgalom is a városban. A rendőrség arra figyelmeztet mindenkit, hogy időben induljon útnak, és a balesetek elkerülése érdekében még figyelmesebben vezessen. A zebrán gázoltak el szeptember 2-án egy kislányt a Főutca és a Városháza utca kereszteződésében. Információink szerint a gázoló a Pozsonyi út irányába haladt a belső sávban. Ezzel egy időben a külső sávban egy autóbusz engedte át a gyalogos forgalmat. A sofőr nem állt meg a zebránál is elgázolta a kerékpárját toló 12 éves kislányt. Úgy tudjuk, a baleset következtében a kislány mindkét lába eltört. Itt mindenképp felhívnám a figyelmet, hogy párzamos közlekedésre alkalmas úttesten, ha egy jármű megáll a kijelölt gyalogátkelőhelyen, akkor tilos mellette elhaladni, meg kell állni mellette. És így biztosítani kell a gyalogos számára az elsőbséget. Az iskola kezdéssel jelentősen megnőtt a forgalom a városban a nyári időszakhoz képest. A közlekedést ilyenkor az is nehezíti, hogy sokan az utolsó pillanatban indulnak útnak, de gyakori a szabálytalankodás is. Hogy egy sok szülő gépkocsival viszi gyermekét az iskolába, itt a szülők figyelmét hívnánk fel arra, hogy az iskolák környékén szabályosan álljanak meg a járművükkel, ne ott beszélgessenek a többi szülővel, és így forgalmi akadályt képezzenek, hanem gyermeküket biztonságos helyen tegyék ki a gépkocsiból, keressenek szabad parkolóhelyet, ne menjenek át a menetirány szerinti baloldalra, ezzel akadályozva szabályosan közlekedőket. Makó László kiemelte, a baleseti statisztikák szerint a legtöbb baleset az elsőbségadás elmulasztása miatt történt ebben az évben is. A közlekedés rendészet munkatársai az idei tanévben is segítik az iskolák körüli zavartalan közlekedést, ott, ahol az közlekedésbiztonsági szempontból indokolt. Ilyenkor az iskola kezdetekor forgalomirányítást hajtunk végre a forgalmasabb gyalogátkelőhelyeken, illetőleg az iskolák környékén, valamint a polgárőrök is besegítenek ebben, mint a városi, mint a vidéki polgárőrök. A gyalogosoknak is oda kell figyelni a zebrákon való áthaladásnál. Minden esetben körültekintően kell lelépni az útról, kerékpárral közlekedők esetében pedig mindig le kell szállni a kerékpárról, és gyalog kell áthaladni a zebrán. A szeptemberi időszakban tehát folyamatos rendőri jelenlétre kell számítani az iskolák környékén a megnövekedett forgalom miatt. 20. alkalommal hívta életre termény és virágkiállítását a mosonmagyaróvári kertbarátok kör. Az idei évben az esemény ünneplése is okot adott, hiszen 1972-ben, 50 évvel ezelőtt alapították meg az egyesületet, amiről a kiállítás megnyitóján megemlékeztek. A Lurkovár óvoda gyermekének előadásával, majd zenével, versekkel vette kezdetét az idei, immár 20. termény- és virágkiállítás szeptember 7-én a Flash központban. Az idei évben a két évtizedes hagyományok mellett a mosonmagyaróvári kertbarátok körének elmúlt 50 évéről is megemlékeztek. A mai rendezvény egy nagyszerű állapot a kertbarátok életében, mert valóban 50 éve vagyunk kertbarátok egyesülete, 1972-ben alakultunk, és a 7. elnök vagyok, ezt mondhatom. A mai napon ugye erre emlékezünk részben, más részben pedig a kertbarátoknak a termény- és virágkiállítása van, amelyik 21. alkalommal történik meg itt nálunk. Az eseményen részt vett Nagy István is, aki az egyesület működésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Zsgáti József, amikor szakkörbe szervezte az akkori kertbarátokat, az nem is gondolta, hogy milyen mozgalmat indít el. Hiszen akkor már Európában szerte zajlottak hasonló kezdeményezések, és itt Mosonmagyaróváron is szerencsére jó partnerrel találtak az egyetemben is, hiszen Nagy György professzor, aki szárnya alá vette szakmailag az egyesületet, nagyon sok segítséget tudott nyújtani, akkor is, meg még akkor is, amikor én tanultam. A miniszteri köszöntőt követően egy jubileumi oklevelet is átvehetett Jáni Lajos, a kör jelenlegi elnöke.
Amennyi ton szintén köszöntőt mondott Széles Sándor főispán és Áró István polgármester. Az idei rendezvényen részt vett az Országos Kertbarátok Szövetségének elnöke is, aki elmondta, az országban mintegy 110 kertbarát kör működik, ez csak nem 6000 embert jelent. Az elmúlt években érezhető volt az egyesületek életében az öregedés folyamata, a remény pedig a fiatal kertészek kezében van. Nagyon jó a fiataladás, tehát itt is látom, hogy az óvodások be vannak vonva, az iskolások be vannak vonva, és ez nem kertészete nevelés jelenti, hanem az, hogy beleplántáljuk őket a természet, a környezetnek a szeretetébe. És ha ez már megvan, akkor könnyebb nekik a pályaválasztás, vagy éppen a felnőtt korba már másképp reagálnak rá, amit most a nagyszüleiktől tanulnak. Egymás mellett sorakoznak a padlizsánok, de szőlőmag és tökmagola is érkezett a Lilium kertből a termény és virág kiállításra. Rejlik László több évtizede hobbi kertészként tevékenykedik, és bár az idei évben az aszály miatt nem volt legtökéletesebb a termés, így is biozöldségekkel tudta ellátni családját. Én biokertész vagyok. Ugye ez azt jelenti, hogy nincs permetezés. Tehát az én termékem unokák a bizonyítékokra, hogy a paradicsom paprikának teljesen más üze van, mint a boltban, amit vásárolnak. Tehát mindenképpen ajánlom, ugye ez nincs permetezve, tehát biotermék, és az íze, zamata és az illata is teljesen más, mint amit a boltban kapni. A termény és virág kiállításon évek óta bemutatkoznak olyan kertbarátok is, akik már több évtizede az egyesület tagjai. 20 éve vagyok körülbelül a kertbarátkör tag. Nyugdíjas lettem, és az volt a vágyam, hogy kertbarátkör tag legyek. És ez teljesült. Csizmadia Gyula által. Ő már akkor régi kertbarátkör tag volt, mi gyerekkora óta ismertük egymást, és így kerültem a kertbarátok közé. A terménykiállításon több díjat és elismerést is átadtak, valamint a Magyarország legszebb konyhakertjei elnevezésű megmérettetés eredményeit is itt hirdették ki. Mindezek mellett pedig megáldották az idei terményt is. A Moson-Magyaróvári kertbarátok körének nem titkolt célja, hogy a jövőben minél több fiatalt bevonjanak az egyesület életébe, úgyhogy folyamatosan várják az új tagok jelentkezését. Az idei termény és virágkiállítás egészen péntek estig megtekinthető a Flash Központban. Szófogadó címmel új program indult a Flash Központban a 2022-2023-as évadban. A saját szervezésű estek sorát Almási Kitti klinikai szakpszichológus nyitotta meg előadásával, aminek főszerepébe a konfliktuskezelés került. Teljesen megtelt a Flash Központ színházterme szeptember 7-én, ahol első alkalommal várták az érdeklődőket az új Szófogadó című programra. A Szófogadó egy új kezdeményezésünk, minek a címe magáért beszél, fogadjuk a szót, ahol olyan előadókat várunk, akik önállóan, tehát egyénileg szórakoztatják a közönséget. Az első vendégünk dr. Almási Kitti pszichológus lesz, aki az önbizalom növelés technikájáról fog előadást tartani, majd október 18-án Lengyel Tamás színművészt várjuk, szintén egy önálló előadásával, aminek a címe a Kitolás, ugye ez egy jól ismert műsora a művész úrnak. Az este folyamán Almási Kitti klinikai szakpszichológustól hallgathatott meg a közönség egy előadást, aminek főszerepébe ezúttal a konfliktuskezelés és a határhúzás került. A konfliktuskezelés mellett az előadás során kiderült, hogy mekkora jelentősége van az önismeretnek, de nem a hétköznapokban használt formában, hiszen sokszor évekig tartó folyamat, amire az ember megtalálja önmagát. Hogyha valaki önismereti szempontból eljut arra a pontra, hogy mondjuk egy adott környezetben bármit tesz, nem tudja azt a méltó életet élni, abban az esetben lehet, hogy a környezet lecserélése mellett fog dönteni, ez elő is fordul önismereti folyamatokban. Ha pedig a környezet megtartása mellett dönt, akkor úgy tud változást létrehozni, hogy ő saját maga másként vesz részt abban. Ez van a kognitív technikák, nyilván erről fogok esetleg beszélni, mert ez kézzelfoghatóbb, hazavihetőbb dolog, amit ki lehet próbálni. Egész egyszerűen az, hogy egy adott helyzetre ha rátekintek, akkor mit látok meg benne, milyen veszélyeket, milyen lehetőségeket, és hogyha ezen tudunk módosítani, akkor alapvetően már másképp veszünk részt egy helyzetben. A Szófogadóval legközelebb október 18-án Lengyel Tamás előadására várják az érdeklődőket. Jegyek hamarosan kaphatók a Flash Központban és a tixa.hu oldalon. Két év kihagyás után idén ismét egészségnapot szervez a Moson megyei nők egyesülete, a Rotary Klub Sziget közzel közösen.
Az idei évben az egész családot várják az egészségügyi szűrésekre szeptember 10-én, szombaton 9 és délután 1 óra között a Flash központban. A programok között szerepel látásvizsgálat, hallásvizsgálat, szív- és érrendszeri vizsgálat, urológiai tanácsadás és prostatarák szűrés, tapintásos emlővizsgálat, de különböző egészségügyi tanácsadások és előadások is lesznek. A rendezvényen maszk használata ajánlott, egyes szűrésekhez tajkártya szükséges. Az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság idén is átadta a 35 éves vízügyi szolgálatért ezüst emlékérem kitüntetést és oklevelet az ennyi időt a vízügyi ágazatban eltöltött kollégáinak. A díjjal a munkatársak szakmai életútját ismerik el. Az idei évben térségünkből díjat vehetett át Angyal Gabriella, a Szigetközi Szakmérnökség adminisztrátora, Fülöp László és Limp Pál gépkezelők. Röviden a pénteki időjárásról. Főként napos időre van kilátás, amit csak rövidebb időszakokra zavarhatnak meg a gomoly felhők. Estétől aztán többfelé várható zápor, zivatar. Napközben mérsékelt lesz a szél, ami csak a zivatarok környezetében támadhat fel. A nappali csúcs 26 fok körül alakul. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták. Most Hírháttér című műsorunk következik, aminek vendége Szalka Éva, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér mosonmagyaróvári karának dékánja. Ezután a márciusi egyasztalnál ismétlését nézhetik meg. Friss hírekkel legközelebb pénteken 19 órakor jelentkezünk. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Viszontlátásra!